Gyere, Bence, a libák alá még be kell szalmázni. Egy farmon az élet nem csak játék és mese. És tényleg nem. Minden egy szép napsütéses reggelen kezdődött itt a Békés megyei libás tanyán. Egy olyan gazdaságban, ahol a szárnyasok jóléte prioritás. A szabadtartásban nevelt libák az év nagy részét a környező zöld legelőkön töltik csipegetéssel. Valamint magas beltartalmi értékű változatos abraktakarmányt is kapnak. Mert télen is nagyon fontos a szárnyasoknak a fehérjedús és a vitaminban gazdag táplálkozás. Arról, hogy mindig megfelelő összetételű, egészséges táplálék kerüljön a szárnyasok asztalára, a faluban lévő takarmánykeverő üzem gondoskodik. Gyerünk, Bence, told haza a talicskát! Szaladok inkább etetni. Az egészséges takarmány mellett fontos a napfény és a korlátlan mozgás a libák számára. A gazdálkodás mindez szem előtt tartva neveli fel és értékesíti. A saját tenyészetből származó szárnyasokat. A 3000-es libatelepen több fajta libát nevelnek. Hortobágyi nagyfehéret, kolost, szürke landesit és májlibát is, melyet Magyarországon tenyésztettek ki. A hízott libamáj 2013 óta hungarikum. Gyere, Bence, a libák alá még be kell szalmázni. Ugye mondtam, hogy húzós napom volt. Mélyalmozásos talajon járunk, ezért a szárnyasok alatt minden nap össze kell húzni az elhasználódott szalmát, majd frisset teríteni. Így tartjuk folyamatosan tisztán a helyüket, és a libák is jól érzik magukat. Akkor jöhet a pihenés. Legalábbis nektek, kis barátaim.